Most hangosan! Kukie, keke, kunye, báró! Angyamim, keke, kunye, ősz! Hallásról, pészmám, kunye! Szülőket látogatok a kunye! Hallásról! Mr. Ács, legyen szíves idejön! Elsősorban lépés hátra! Másfél évvel ezelőtt nyílt meg Nyíregyházán az az edzőterem, amelyben az Amerikából hazatérő Bolega házaspár irányításával sajátíthatják el a tékvandó alapjait az érdeklődők. A sportágat világszerte 80 millióan űzik, Magyarországon pedig mintegy 5000-en versenyeznek. A legfiatalabb tanítvány 6 esztendős, de mint az iskola alapítója elmondta, a tékvandó egy olyan sport, amit kortól és nemtől függetlenül mindenki üzhet. Valamit kell csinálni, fizikailag kell sportot csinálni, mozogni kell, a lélegzést meg kell javítani, a szemet, kezet, lábat, hogy együtt mozogjon. Tehát mindenki ebbe talál mindent. Önvédelem nagyon jó lenne, megerősíteni a testet, a tüdőt, mert ugye a tüdő erősebb, akkor jobban nőnek, és jobban megy a gondolkodás. Gyerekeket levenni az internetről, minél többet lehet, játszanak, együtt mosolyogjanak, és jobb életet biztosítanak maguknak is, meg a jövőnek is. Tanulókat nem vesztünk, de új tanulók egyre kevesebbek vannak, mivel a járvány kicsit megrendítette az országot, a világot, mert ugye vannak iskolák Amerikában is, meg más országokban tanulójaim vannak, és mindenhol ez a helyzet, lelassított mindent sajnos, de mi tovább oktatunk, tovább tanulunk, már tervezzük a jövő évet, mindenféle aktiviték vannak, ugye a vizsgák, az élmény, a nyári táborra, mindenre készülünk föl. A tanítványok rendszeresen számot adnak tudásukról, az övvizsgákon mérhető le, hogy ki mennyit fejlődött az edzéseken. Ez egy olyan 2 hónapos vizsgák, hogyha felkészülnek a tanulók és járnak az iskolába. Először is ugye a viselkedési módorok, hogy valami javulás van ott, utána pedig, hogy fizikailag van egy erősödés és gyorsaság, a szem, a láb, a kéz, koordináció, balanc, minden együtt mozogjon. Csak